Ahogy ígértem, tehát Tuzson Bencét is van már a stúdióban. Miniszter úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is! Ma délután a Libe Bizottság Ylva Johansson belügyi biztossal tárgyalt a nemzeti kártya rendszeréről. Ez a bizonyos, hogy középső újat mutatott Magyarország Brüsszelnek, ez az ő szájából hangzott el. Ugye arról van szó, hogy a nemzeti kártya kiterjesztésében belorusz, illetve orosz munkavállalók is jöhessenek Magyarországra, nem túl nagy számban. Miért lett ebből ekkora nagy politikai? Hát szerintem ezzel a nyilatkozattal több gond is van. Egyrészt elsősorban az, hogy egy európai uniós biztos semmilyen politikai nyilatkozatot nem tehet. Tehát ez egy nonsens, ami e tekintetben folyik az Európai Bizottságban. Ők e tekintetben nem politikusok, hanem az államokat kell képviselniük. Ez a megjegyzésem van ehhez a témához. De egy másik nagyon fontos kérdés, amit mond, hogy valóban hirtelenjében ez a kérdés rendkívül fontos kérdésé vált, de hát miről is beszélünk a valóságban. Engem mindig zavar az, hogyha embereket akarnak valakinek a politikai magatartása miatt büntetni. Tehát az, hogy Oroszország éppen, vagy Fehér Oroszország milyen politikai magatartást tanúsít, hogy vesz részt háborúban, az a szegény állampolgároknak az ég adta világon semmi közük nincsen. És embereket büntetnek meg azért, mert egyébként valamilyen politikai események, háború történik valamilyen országban, ez semmiképpen sem jó dolog. De a másik része, ami miatt álságos ez a nyilatkozat, hogy végül is Magyarországon hány ilyen ember van? Néhány ezer ilyen emberről beszélünk. Németországban 300 ezer állampolgár van, orosz és fehér orosz állampolgár. Tehát akkor miért is nem a németeket kérdezzük meg erről a kérdésről? Másrészt azt azért le kell szögeznünk, hogy aki Magyarországra bármilyen oknál fogva belép, ezekből az országokból is, és ilyen kártyát kap, azok komoly nemzetbiztonsági átvilágításon esnek át, tehát semmilyen nemzetbiztonsági kockázatot ez a kérdés nem jelent. Na, akkor ezek szerint ez nem állja meg a tények próbáját, tehát Ylva Johansson azt mondta, hogy nem ellenőrzik szigorúbban az orosz állampolgárokat, mint más országokat, és itt emlegetett ilyen EU-ban végrehajtott szabotázs akciókat, meg felderítő akciókat, mint az északi áramlat föl robbantását, azt nem említette. Szerintem ezek mind hihetetlen nagy túlzások, ezek az emberek ellenőrzött emberek, és úgy lépnek be Magyarország területére, hogy ezeknek az embereknek a fokozott nemzetbiztonsági ellenőrzése, ez megtörténik, ez mindig is így volt, és így lesz a jövőben is. Magyarország nem engedheti meg magának, akármilyen állampolgáról van szó, aki idejön hosszú távon, hogy nemzetbiztonsági kockázatot okozzon, és a magyar nemzetbiztonsági szervek erre ügyelnek, és a megfelelő ellenőrzéseket mindig le is folytatják. Tehát ön el tudja fogadni ezt az állítást, hogy magyar gyakorlat uniós jogot sértene ebben az ügyben? Semmilyen uniós jogot nem sért a magyar gyakorlat. Van viszont egy vitánk az Európai Unióval a határőrizeti költségek elszámolása tekintetében, nagyon komoly összegről, 2 milliárd euróról van szó, és ha itt egy különböző nyilatkozatokat értelmezünk, hát lehet, hogy napokon vagy heteken belül Magyarország beperli az Európai Uniót. Hogy áll ennek a pernek az előkészítése, milyen érveink lesznek? Hát nézzük meg egy kicsit, hogy visszamenőleg, hogy mi is történt 2015-től kezdődően. Ugye arra emlékszünk, hogy 2015-ben 100 000-ek érkeztek meg Magyarországra, és 100 000-ek lépték át illegálisan a magyar határt, aztán mentek tovább az országon keresztül, emlékszünk azokra a kaotikus jelenetekre, amik a keleti pályaudvarnál is megtörténtek. Aztán Magyarország szigorított, felépített egy határvédelmi vonalat, jogi határzálat, fizikai határzálat épített föl, és egy jó belső védelmi rendszere is volt, tehát Magyarországra gyakorlatilag bejönni nem lehetett. 2024 augusztusáig Magyarországra most összesen ebben az évben illegálisan 4534 ember tudott belépni. Ezeket az embereket is megfogtuk, és annak megfelelően, ami a jelenlegi szabályozás, vagy visszakísérték a távon belül a határ vonalba, vagy egyébként lefolytatták velük kapcsolatban azokat az eljárásokat, amik egyébként szükségesek voltak. Na most a legutóbbi időszakban, mint derült égből a villámcsapás, érkezett ez a 200 millió eurós bírság Magyarországgal szemben, ugye 80 milliárd forintról beszélünk, tehát hatalmas nagy összegről beszélünk. Az Európai Unió történetében soha az életbe ekkora bírságot országgal szemben még nem szabtak ki. Ez pedig bont most a határőrizettel kapcsolatban, azért, mert Magyarország képes megvédeni a határokat, azért kapta ezt a bírságot. Ezt persze lehet jogilag csűrni, csavarni, hogy mik azok az uniós kötelezettségek, amiket állítólag Magyarország nem tartott be, de ha még nem is tartott volna be szabályokat,
akkor is ilyen mértékű bírság az teljesen elfogadhatatlan, vállalhatatlan, és az, hogy Magyarország védi a határait és megbüntetik, ez mindenképpen azt gondolom, hogy azt a kötelezettségünket teszi most az asztalra, hogy Magyarországnak azokat a költségeket, amit határőrizetre fordított, az bizony be kell hajtani az Európai Unión. Mekkora összegről beszélünk, ugye óriási nagy számról, hát az 700 milliárd forintos nagyságrend, amit egyébként, vagy ezt meg is haladja, hogyha mindent bele számolunk, akkor egészen fölmehet 785 milliárd forintra is. Tehát ez egy óriási szám, amit 2015-től kezdve azért fordítottunk határőrizetre, hogy megvédjük Európának a határait, és látszik a számokból, hogy ez egy hatékony határőrizet volt. Ezért Magyarországnak most kötelessége, hogy ezt az összeget megpróbálja behajtani az Európai Unión. Ugye önként az Európai Unió nem teljesít, ezt már próbáltuk, 18-ban is többször is próbáltuk az Európai Uniót rávenni arra, hogy fizessen, szó se róla, valamit fizetett, pár milliárd forintról van szó, amit összességében fizetett az Európai Unió, de nem ezen az alapon fizette ki, ezeket a költségeket nem fizette ki. Hogyan lehet érvényesíteni ezt az unióval szemben? Ez nem lesz könnyű menet, és egy kemény csata lesz, de van ennek jó alapja, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke rendelkezik arról, hogy a határőrizettel kapcsolatos költségeket is méltányosan kell kezelni, és méltányos elosztás alapján kell ezeket a pénzeket odaadni az Európai Uniós tagállamoknak. Tehát itt van egy olyan jogalapunk, amin el tudunk indulni, és aztán erre felépítve tudjuk megindítani pert az Unióval szemben. Az, hogy ezt végigvigyük, és a bizottsággal szemben aztán a végén pert nyerjünk. Nagyon fontos, hogy megfelelő felkészült jogászokat is bevonjunk, és ne csak magyar jogászokat, hanem nemzetközi szinten is ismert jogászokat vonjunk be ebbe a folyamatba. Most keressük azokat a jogászokat, akikkel együtt fogunk működni a következő időszakban, akik vállalják azt, hogy Magyarországot képviselik majd ebben az ügyben. Magyar nagy tudású jogászokat és nemzetközi jogászokat fogunk összegyűjteni, és ez egy olyan csapat lesz, jogász csapat, aki képes lesz megvívni majd ezt a háborút. Mikor indulhat el ez az eljárás? A következő hónapokban mindenképpen el szeretnék indítani, de annyiban nem akarunk kapkodni, hogy ne legyen ez egy olyan per, amit csak beadunk, és aztán nincs megfelelően kidolgozva, alátámasztva, és ez alapot adhat az elutasításra. Ennek egy jól kidolgozott folyamatnak kell lenni, jól kidolgozott jogi folyamatnak. Ugye minden munkához idő kell, időnk nem sok van, de azt az időt azt szeretnénk kihasználni arra, hogy bizony alapos munkát végezzünk, és ki tudjuk képviselni Magyarország érdekeit. És mind a 2 milliárd eurót, azaz 701 néhány milliárd forintot kérjük? Én inkább azt mondom, hogy amennyit tudunk, azt hajtsuk be. Már ha a felét kifizetik, akkor is jók vagyunk. Ezt egyébként néhány éve mondjuk, hogy ha a felét kifizetné az Európai Unió, akkor is jók lennénk. Hozzáteszem, hogy a másik oldalról viszont a határőrizet, a magyar emberek biztonsága az nem lehet pénzkérdés, tehát ez nem egy olyan kérdés, hogy ha nincs pénzük, akkor nem védjük a határokat és kinyitjuk és mindenki bejöhet. Tehát hol fogunk tartani, nézzünk körül Európa egyes országaiban, egyes városaiban, hogyan változott meg a közbiztonság, mindennaposak a késelések. Németországban ugye milyen események történtek Angliában is az utóbbi időszakban, látjuk, hogy a közbiztonság mindenhol romlik, meg kell védeni az embereket, meg kell védeni a magyar embereket, és ennek a költségeit, ha lehet, akkor hajtsuk be az Unión, mi azon mondjuk, hogy ezt meg is tegyük. Még egy gyors kérdés. Politikusok, tanárok, diákok, építők együtt ünnepelték Dunakeszin az új iskola komplexumnak az avatását, hogy ez az ön választókerülete, egyéni választókerülete Dunakeszi. Rendben elindult az év? Rendben indult az év nálunk, ugye miről van szó, hogy a Magyarország legnagyobb középiskolai beruházása valósult meg Dunakeszin. Ez egy hatalmas nagy beruházás volt, nagy eredmény is nálunk az én választókerületemben. 1500 diák tanul most ebben a diáknegyedben, két középiskolában, egy gimnáziumban és egy technikumban, tehát ennyien fognak tanulni majd, hogyha feltöltődik teljes egészében az iskola, egy felmenő rendszerben töltődik föl. Nagyon nagy eredmény és nagy öröm számunkra, nem véletlenül Budapest vagy Magyarországon az én választókerületem, a Dunakeszi választókerület a legdinamikusabban fejlődő terület, és örülök neki, hogy ez a beruházás most ide jöhetett. Jó, patrióta szólt. Tuzson Bence, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.